Szóval ezt a videót most duplán rögzítjük, mert szeretnénk majd a YouTube-ra is föltenni egy vágott verzióját, amiben nyilván a képeket, a videókat, amikről majd most beszélgetünk, szépen alá fogjuk vágni, és akkor egy kicsit közérthetőbb lesz, meg a sok rizsa, meg az ismétlődő kérdések nem lesznek duplikálva, vagy... Legalábbis reméljük. Megállni sem reméljük, igen. Néha az élőkép az kicsit megakad, hát a net kapcsolatunkra vagyunk utalva, vagy hát a wifi-re, úgyhogy majd meglátjuk, hogy... Nem biztos, hogy olyan rossz. Tényleg jelezhetek, hogyha valami probléma van, akkor megállunk és újra kezdjük. Viszont akkor kezdjük el a főcímmel. Az Alfa Romeo Carnet. A Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. Köszöntünk titeket a Backstage live adásában, ami egy kicsit különleges, mert ma mutatták be a Tonálét, az Alfa Romeo új típusát hivatalosan, és azt gondoltuk Teddyvel, hogy ezt most jól kibeszéljük, átbeszéljük veletek együtt. Sziasztok! Hát igazából nem konkrétan ilyenre szerettük volna, élő videót szerettünk volna csinálni, csak aztán ennek több szempontból nem volt értelme, vagy nem lett volna értelme. Úgyhogy maradt ez a formátum. Elmondhatom, miért nem volt, vagy miért nem lett volna értelme? Hát mondd, aztán majd még hozzám, hogy szerintem mi nem lett volna értelme. Egyrészt Teddyvel úgy készültünk, hogy ezt a 3 órai élő közvetítést, azt mi majd megosztjuk veletek egy kis ablakban, és közben elkezdjük kommentálni, és akkor ilyen élő reakcióban láthattátok volna magunkat is, meg ti is tudtatok volna egyből reagálni. Viszont ugye tegnap, valamikor este 7 óra körül fölkerültek a netre a Tonálénak a fotói, egy rövid videó, egy ilyen bemutató videó, és igazából ez lelőtte az egész sztorit, mert tegnap már azért nagyon sok mindent az egészet azért nem, de... kitaláltunk, vagy hát nyilván nem az egészet, de sok részletet azért tegnap is megismertünk, és akkor úgy döntöttünk Teddyvel, hogy inkább legyen az, hogy megnézzük, nyugodtan, örülünk, meg megírjuk a cikket, meg kirakjuk a képeket, meg a videót, és akkor este találkozunk, addigra már ti is azért okosabbak vagytok, mi is megpróbálunk minél... Estére mindig okosabbak vagyunk, jaj, de jó. Megpróbálunk minél jobban utána járni, hogy mit is tud ez a Tonále. És akkor talán egy kicsit egy összeszedettebb lesz az adás. Bár ezt nem ígérem meg, mert úgyis szét fogunk esni, mert a live-ban mindig szétesünk. De az nem baj, nem? Ez az élő adás varázsa. Én ezt mindig is, amikor rádióztam, akkor is imádtam, amikor tévéztem, akkor is imádtam. Na, azért röviden foglaljuk össze, hogy mit tud a Tonále. Én mindig szeretem elmondani, hogy milyen régóta várunk erre az autóra. Ugye 2019-ben a Genfi autószalonon valamikor február végén láttuk a koncepció változatát a Tonálénak, és akkor úgy harangozták be, hogy ez lesz az Alfa Romeo-nak az első plug-in hibrid modellje, és hát szerintem, ha jól emlékszem, akkor azt ígérték, hogy a rákövetkező évben érkezik, 2020-ban. Igen, és nagyon örültünk neki, rohadt jól nézett ki, keret nélküli ablakok, hátsó kilincs elrejtve, nekem egy ilyen nagyon légies koncepció volt az az autó, ahhoz képest, hogy egy CSUV méretű kocsiról van szó. És aztán jöttek a csúszások. Ugye egyrészt volt egy egyesülés közben, ugye Stellantis néven egyesült az RCA meg a PSA csoport, nyilván ez is hátráltatta a dolgot, újraírták az összes márkának gyakorlatilag a jövőképét, és nyilván ez is, meg állítólag volt egy visszahívás is az autóval kapcsolatban, mert majdnem kész volt, amikor az Alfa Romeo vezérigazgatója azt mondta, hogy ez így nem elég alfás, és visszaküldte, nem tudom, hogy a tervező azt a lig, de valameddig visszaküldte ezt az autót. Úgyhogy eltelt szépen 3 év, és most 2022 tavasza van. Szerintem a legfontosabb információ az, hogy júniusban a szalonokban lesz, igen. Volt egy Covid is, és ellátási láncbeli hibák. Igen, ezt is akartam mondani, hogy igen, közben beugrott itt a Covid X hulláma, ami chip hiányt is eredményezett, stb. De erről rengeteget beszéltünk már. Úgyhogy ezek mind-mind hátráltatták ezt az autót, és én nem akarom mentegetni, mert egyébként ez szerintem összességében gáz. De a lényeg az, hogy itt van, és a lényeg az, hogy júniusban, ha nem is minden országban, de állítólag
megint megígérte a főnök, hogy ott lesz minden országban, minden európai országban a szalonokban az autó. Egy, mi az olasz neve a kezdő modellnek? Volt valami kis megnevezése. Talán speciale, de nem vagyok. Igen, valami speciale, ja. Valami lunch edition, mint ahogy a Stelvionál is volt. És hát, ha a korábban nem is, de legkésőbb Alpha City-ben ezt az autót meg fogjuk nektek mutatni. Ha esetleg itt lesz valami csúszás, bár eddig most nagyon pozitívan csalódtam az olaszokban, de ha esetleg mégsem lesz Magyarországon Alfa Romeo szalonban június 4-én, akkor Alpha City-ben július 8-án, 9-én meg tudjátok nézni majd ezt az autót. Ennyi volt most az Alpha City reklám. És hát ugye tegnap már láttunk belőle egy jó kis videót, nekem nagyon-nagyon tetszett, ma pedig egy ilyen félórás prezentációban mondták el, illetve kaptunk egy sajtóanyagot, amiből így nagyjából minden kiderül. Hát nem sporolták ki belőle a karaktereket, nem, ez biztos. Nem. Én ilyen hosszú sajtóanyagot Alfa Romeo-nál még nem láttam. Én se, de máshol se nagyon, tehát azért van mögöttünk egy kis közös múlt a hírszerkesztés, hírírás gyakorlatában, igen. De ilyen bőlére elesztett történetben, na mindegy. Igen, szóval, hogy a kicsit a tárgyra térjünk, ugye voltak itt mindenféle dumcsizgatások, és a Zsoltinak ezt egy negyed pólója bánta, vagy nem tudom, valami ilyesmi, hogy most akkor milyen motorokkal lesz, mert most arról szerintem egyelőre ne beszélgessünk, hogy hogy hogyan néz ki, meg hogyan nem néz ki, ezt mindenki látta, ízlésről nem akarunk vitatkozni, mert de alapvetően... De én azért akarok erről is beszélni. Figyelj, az olasz fórumokon mindenki az van elfoglalva, hogy hogyan néz ki. Aha. Nem érdekli őket, hogy most akkor nem tudom én, LED Matrix... Na, de egyébként ez tökéletesen mutatja, hogy miről szól manapság egy autó. Nem az érdekli az embereket, hogy milyen motor van benne, nyilván minket alfásokat igen, hanem az, hogy hogyan néz ki, milyen lesz az utcán, és mennyire fognak vágni rá az emberek. Igen. De jó, kezdjük a motorokkal, mert szerintem ez is tök érdekes. Hát nekünk lehet, hogy nem tudom, ti akik néztek minket, nektek lehet, hogy ez a legfontosabb. Ugye az volt a nagy mondás, hogy akkor lesz háromféle variáns, kétféle motorból, ugye az 1,5 literes a motorban ugye lesz egy lágy hibrid hajtás, ami rá van csatlakoztatva egy 48 voltos elektromos plusz meghajtás a Diffin keresztül, és ez lesz így 130 meg 160 erővel. A videóban azt mondták, hogy ez az Alfa Romeo-nak tervezett, meg ami tök jó benne, hogy változó geometriás turbó van benne, vagy legalábbis a 160 lóerősben, úgyhogy ez egy tök jó funky. Ugye mindegyikhez most már csak automata váltó érhető el, viszont ami tök jó, hogy ennek ellenére az alumínium váltófüleket megtartják, tehát nyilván nem extra listás lesz valószínűleg, de megtartják, és ha akarod, akkor berendelheted. És ugye a 275 lóerős lesz, ami vicces, hogy az viszont az 1.3-as Global Small Engine, ami egy multi-air motor, az a Fiat 500X-ben ugyanúgy benne van, mint a Compassban és a Renegade-ben, csak ugye ehhez, ahogy a Jeepekben is, ugye a belső égésű motor hajtja az első kerekeket, az elektromotor pedig a hátsót, és akkor így jön ki az összeljesítmény 275 lóerőre, ami szerintem nettó baromság így összeadogatni, de mindegy, ez nem az én dolgom. Ami nekem meglepő volt, hogy gyakorlatilag ezzel a konfigurációval a Jeepek azok ilyen 50 km tudnak nagyjából tops a városi üzemben full elektromos módban. Tehát megkaphatják a zöld rendszámot. Igen. A zöld rendszámot, így a Tonnál is meg fogjuk kapni, mert a Tonnálnak még 80 km-t mondanak urbán. Azért ott volt a csillag, hogy... Igen, tehát városi környezetben most ez oké, tehát rendkívül sok mindentől függ, de tény az, hogy mint hogyha ott egy kicsit erősebb lenne, nem is az, hogy erősebb lenne, hanem mondjuk itt tartósabb lenne, vagy valami ilyesmi. Figyelj, Teddy, én bármennyi, és azért nem volt kevés plug-in hibrid autót vezettem, ugye mindig megnéztem, hogy mennyi ez a WLTP szerinti hatótáv, ez az 50 km, hát soha nem sikerült vele annyit vennem, bármennyire otos voltam. Tehát, az a vicces, hogy ezt a WLTP-t is arra találták ki, hogy jobban közelítse a hétköznapi szokásokat, úgymond, de hát igen. Így sincs semmi értelme. De egyébként még visszatérve egy nagyon picit a mild hybrid változatra, ebben meg az érdekes, hogy ugye a Fiatnál már láttunk ilyet, de ott nem egy turbo, ha jól emlékszem, nem egy turbomotorral kötötték össze. A kis 500-asokban, de javítsatok ki, ha tévedek. De egyébként meg azt akartam, az érdekes benne számomra, hogy például a dugóban, a parkolásnál, stb. Be se fog kapcsolni a benzinmotor, hanem ez a kis mint kicsi a erőforrás, igen, mint egy Priusban, ez a kicsi elektromos motor fog segíteni, és egyébként szerintem ez tök jó, meg én annak is örülök, hogy azért ezek az
1,5 literes motorok egész nagynak számítanak a mai világban. Egyébként igen. És akkor még a meghajtáshoz annyit, hogy ugye első kerekesek lesznek a sima hibridek és a plug-in, meg a Q4 összkerékhajtás. Ami viszont érdekes volt számomra, hogy ugye az első kerekesekben lesz egy ilyen elektromos zárókdifi-szerű valami, hogy torque vectoringot már abba is fognak tenni, ami ugye most a Giuliákban meg a Stelviókban van, az összkerékhez, ha jól emlékszem. Tehát, hogy ilyen érdekesek, hogy abba is berakták, és amiben még tök jó új a Tonale, ha jól tudom akkor, vagy legalábbis ha jól emlékszem a sajtóanyagból, az, hogy a Tonale lesz az egyetlen olyan CSUV a kategóriájában, amiben elektromos fék pedál van, tehát ugyanaz az elektromos vagy IBS rendszer van, mint ami a Giuliában meg a Stelvióban. Úgyhogy és ugye 7-sebességes mind a kettő váltó az első kerekesekben, és fura módon 6-sebességes a Q4 összkerékhez. És ugye a 7-sebességesek azok dupla kuplungosak, az, ha jól olvastam, az Alfa Romeo fejlesztése egyébként, tehát ez most nem egy ilyen vett váltó, mint a Stelvionál és a Giulianál. A 6-sebességesről nem tudom, de egyébként ne felejtsük el, hogy lesz egy dízel változat is egyes piacokon, ami viszont, jól emlékszem, 160 lóerős lesz. Igen. Ez egy 1.6-os dízelmotor, és szintén 6-sebességes automata váltóval. És akkor ugyanígy egyéb piacokra megy majd egy 2 literes 256 lóerős benzinmotor. Ezekről mind a kettőről két dolgot érdemes tudni. Az egyik, hogy ezek nem hibridek, hanem csak ugyanmagában van egy belső égésű motor. A benzin üzemű az gyakorlatilag nem tudjuk, csak sejtjük nyilván az adatokból, hogy ez ugyanaz a 2 literes belső égésű motor, mint ami a Giuliában meg a Stelvióban van. Ez a kettő motor, tehát a 130 lóerős benzin és a 256 lóerős benzinmotor, dízel és benzinmotor. Jól belekeveredtem, de mindegy, tudjátok, mit akarok mondani, hagyjuk. Az Egyesült Államokban, illetve a Közel-Keleten lesz majd elérhető. Igen, tehát aki kétliteres importban. Igen, aki ezt akartam mondani, hogy jött a szürke import, aki kétliteres Tonalét szeretne. És akkor itt üzenem személyesen Szabolcs 83 nevű kommentelőnknek, hogy hát végül is igaza volt, mert lett kétliteres motor, de mi azt nem nagyon fogjuk látni sajnos. Tehát, hogy majd egyezzünk ki döntetlenbe, vagy én nem tudom. De viccet félretéve örülök, de én azért örültem volna, hogyha ez a motor megérkezik Európába is, de hát nyilván a CO2 meg a különböző EU-s normák miatt ezt már nem lehetett. Sajnos nem, és ennek lesz szerintem veszte, és akkor itt ezzel válaszolok is az első kérdésre, hogy lesz-e belőle QV? Nem, vagy legalábbis a mostani felállás szerint nem. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem csinálnak belőle, bár nem tudom, hogy ebből még mit lehet kihozni. Tehát, hogy ugye Európában az emissziós normák miatt szerintem erősebb motor, tehát egy 2 literes benzinmotor ide nem várható, nem is nagyon tudnak vele szerintem mit kezdeni, tehát, hogy ha lesz is, akkor az vagy valami sufti tuninggal belehegeztik a Q-motort a Tonaléba, de szerintem Európában ez sajna nem lesz. És volt itt még egy kérdés. Ja, igen, a Steiner András írja, hogy az Amazonex a hangvezérlő asszisztens rendszerre kíváncsi lesz. Hát én is. Nagyon kíváncsi vagyok, mert ott... És akkor igazából, bocsánat, azért is választottam ki ezt a kommentet, mert ezzel át tudunk térni egy másik témára a Tonalén belül, ami szerintem... Bocsánat, csak mert Tibi írja, hogy a dízel az csak 130 lóerő. Lehet, hogy 160-at mondtunk véletlenül. Igen, ezért mondtam Tibi, hogy bocs, tehát, hogy a dízel 130, a benzin 256-na. Na, szóval, hogy ugye nagyon sokáig a Giuliának meg a Stelviónak ugye az volt a pro, hogy vezetési élmény, hogy 50-50%-os súlyelosztás, zárójel egyébként a Tonale is 50-50%-os súlyelosztású, csak szólok. Bár ezt a sajtóanyag nem így írta, tehát ugye érdekesen fogalmaztak benne. Hát nem, de biztos forrásból tudjuk, hogy 50-50%-os súlyelosztása van a Tonalénak is. Nem mindegy, tehát hogy ez volt a pro, a kontra pedig az, hogy egyszerűen azok a technológiai újítások, és most nem feltétlenül az önvezető funkciókra gondolok, hanem infotainmentben, abban a Giulia meg a Stelvio az alapvetően már amikor piacra került sem volt egy túlzottan up-to-date történet, igazából megértem, mert nem is annak szánták. Viszont szépen így lemaradt meg már a modell frissítésnél, amikor bekerültek a kettes szintű önvezető rendszerek, amik egyébként most a Tonaléban ugyanúgy, szinte ugyanazok megvannak,
akkor valamennyit javult, de akkor is azzal a tapipaddal, meg azzal a rendszerrel, ami mögötte van, igazából túlzottan sok mindent már nem lehetett kezdeni. Most egy Google, vagy egy Google, egy Android alapú cucc került bele, egy gyakorlatilag olyan 10-25-ös kijelzővel, mint ami az új Fiat 500R-ben van. Most, hogy ez hogyan van integrálva a beltérbe, hogyan nincsen integrálva, szerintem ezen lépjünk túl. Legalábbis én túllépnék, mert nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az Alfa Romeo végre felismerte. Lényeg az az, hogy az Alfa Romeo felismerte, hogy digitális szolgáltatásokban is szintet kell lépnie, mert igazából ma már ezzel lehet autót eladni. Legalábbis nagy tömegeknek igen. Tehát én azt gondolom, hogy lehetett volna igen a Tonalinál sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy vezetési élmény, és kevesebb hangsúlyt fektetni arra, hogy digitális szolgáltatások, meg infotainment, meg nem tudom én, de akkor ugyanott tartanánk, ahol a part szakadt 2 év vagy 3 év múlva, hogy ez tök szép tökő, csak ezzel egyszerűen nem fogják tudni eladni ezt a terméket. Tehát, hogy most mondjuk azt, hogy boomerek vs. nem boomerek, tehát nem tudom, de igazából... Mondjuk azt, hogy ősalfások és leendőalfások, mert ez az autó, én azt gondolom, hogy a leendőalfásoknak készül. Tehát ez ugyanaz, biztos, mint valahol a Stelvio, azt szerintem nem nagyon beszéltük még korábbi adásokban, de lehet, hogy érintettük, hogy a Giulia és a Stelvio közül a Stelviót inkább azok vásároltak, akik korábban nem voltak alfások. Tehát ott az egy nagyon jó behúzó modell volt, és szerintem a Tonale is ilyen tud lenni. Ezzel a méret kategóriával pláne. Hogyha sikerül itt a piacon jó árat kialakítani, de erről majd még külön beszéljünk. És ha megnézitek egyébként a kategóriatársakat, és most a tabletre egy picit hagy reflektáljak, az összes autóban így van oda betéve sajnos középre a tablet, hogy eláll, kiáll. Mondjuk ki szakszóval beba. Ezt akartam elkerülni, de igen. Tehát hogy elsőre nem néz ki jól, de azért én azt mondom, hogy várjuk meg, míg látjuk ezt az autót élőben, és megfogjuk, stb. Ott a Fiat 500e, amiben egy nagyjából hasonló méretű tablet van előtted, és ott se zavaró. Nem olyan, mint mondjuk a Toyotákban, hogy tényleg annyira fönt van, hogy már belóg a látóteretben. De hát ez katasztrófa. Az katasztrófa. Igen. Nekem egyébként a belső tér, akkor szerintem egy picit ugorjunk dizájnba. A belső térrel ezt leszámítva nincsen gondom, bár egy nagyon picit összvér, és ezt tegnap írtam is a cikkben, hogy ott van a Stelvio Giulia kormánya, szinte 90%-ban ugyanúgy néz ki. Kicsit szerintem vastagabb. Lehet, hogy vastagabb, igen, de maga a kezelőszerv, a középső része az tök olyan. Magam elé veszem a képet. A két oldalt a légbeömlők ugyanolyanok, mint a Giulianban. Ellenben a váltókar az engem a Jeepekre emlékeztet abszolút. Tök jó, mert az egyik kommentőrünk a váltókart fikázta, hogy olyan, mintha az öreg anyja faragta volna bele. Nem. El is azt mondom, hogy tényleg lássuk majd meg élőben, hogy milyen, üljünk be és fogjuk meg ezeket az anyagokat, meg hogy mennyire esik kézre. Ami tök érdekes, hogy a DNL kapcsolót azt ugye a váltókar elé balra, így fölülre helyezték. Valahogy talán még jobban kézre esik majd szerintem, mint a Giuliában. Összességében szerintem ez egy szép beltér, főleg az üléseket, ha megnézitek, az valami zseniális, azok gyönyörűek lettek. De mondom, nekem ez az összvérség egy kicsit olyan fura, de ha ez arra utal, hogy mondjuk a Stelvio és a Giulianak a jövőre tervezett modellfrissítései így fognak belül megújulni, akkor én ezt nem bánnám. Nyilván a váltókar az ne ilyen legyen, abban mondjuk egyetértek veletek, mert szerintem a mostaniaknak gyönyörű váltókara van, karja van. De amúgy ez szerintem jöhet, még a tabletet persze ott bele kéne rejteni a műszerfalba. Ezt magyarázzatok meg nekem, légy szíves, tehát hogy lehet, hogy én vagyok a hülye és nem értem, de hogy tehát hogy volt eddig ugye a két véglet, hogy volt a Giulia meg a Stelvio, ahol tök szépen belesimult a műszerfalba, tök szép, tök jó, és volt a másik véglet, mert a Toyota, meg ami mondjuk az új Ford Pumában van, ott így kijön eléd, és aztán nem látsz tőle semmit. Igen. Ez, én azt gondolom, hogy egy ilyen vállalható köztes megoldás. Nem vagyok benne biztos, hogy nincsen technikai háttere, vagy műszaki háttere annak, hogy ez miért ilyen lett, nem tudom, de élek a gyanúperrel, hogy lehet valami műszaki háttér a dologban. Én azt gondolom, hogy nem attól lesz jó egy autó, hogy hogyan van odarakva az a tablet, egészen addig, amíg tényleg nem olyan undormány, mint a egyes Toyotákban, meg Fordokban. Egyébként meg azért érdekes, hogy erről beszélgetünk, mert ha közben megnézzük, hogy azokból az autókból, hogy mennyi darabot adtak el, amikben ott van a tablet középen, és
elvileg nem jól néz ki. Amíg szar van, addig légy is. Oké, csak de érted, nem ez adja el. Nem ez adja el, ezt akarom vele mondani, hogy nem hiszem, hogy egy leendő Tonale vásárló azért nem fogja megvenni a Tonalét, mert az a tablet ott van. És egy picit mögé lehet mondjuk ejteni valamit. Tehát, hogy... Én nem is, mert nem, annyira nem... Nem, most csak vicceltem, túloztam, de hogy, hogy nem a többi autóból kiindulva, ahol ugyanez a megoldás van, nem olvastam ilyen fórum bejegyzéseket, és nem láttam olyan számokat, hogy úristen, emiatt 20%-kal kevesebb fogyott. Mert akkor nem így csinálnák. Tehát, hogy... Hát igen, meg nem tudom, tehát, hogy biztos van, akit ez hoz lázba, hogy hogyan van odarakva, meg milyen, meg... Persze, engem is valahol zavar. Nézd, persze nyilván egy ponton túl engem is. Uh-huh. Csak aztán, amikor az ember, mit tudom, csak elmegy vele egy próbaútra, ami aztán mostanában már nem nagyon lesz, akkor azért úgy rájön, hogy ergonómiában azért ezek mégsem annyira katasztrofálisan rosszak. Tehát, hogy azért olyat csak nem csinálnak az autógyártók, akik nem felejtettek el autót tervezni, hogy egy ergonómiailag nonsenszt hozzanak össze, legalábbis egy olyan eszközzel, ami ennyire fontos ma már az autókban, mint egy ilyen infotainment rendszer, és annak mindenféle ilyen kütyüje. És ha már az infotainmentnél járunk, akkor tényleg beszéljünk arról, amit beletettek ebbe az autóba, az most tényleg 2022. Tehát, hogy minden benne van, én nem gondolom, hogy bármi olyat tudnánk most itt találni közös erővel, ami hiányzik ebből az autóból, és más prémium kategóriatársában benne lenne. Értitek, mit akarok mondani? Tehát, hogy odaértek végre. Tehát valahol a Giuliát és a Stelviót is így kellett volna annó kihozni, hogy ne legyenek ilyen kritikák, és ezzel kapcsolatban szerintem nem lesznek kritikák. Az első kerék hajtással kapcsolatban nyilván lehet kritizálni az Alfát, hogy érdekes, hogy elindultak egy úton, hogy hátsó kerekes Alfákat csináltak, és most újra van egy első kerekes modell. Ezzel szemben én meg azt hoznám fel évként, hogy a vásárlók és most én vagyok vulgáris. Konkrétan így az elmúlt napokban nézegettem a konkurens modelleknek a weboldalát, az Audi Q3, nevezzük meg őket, mert tényleg ide lesznek ezek az autók pozícionálva. Az Audi Q3, a BMW X1, X2, a Mercedes GLA, mondjuk ezt a hármat, meg a Volvo-tól nem tudom melyik, most ez nem jut eszembe, valamelyik, vagy X, fene se tudja. És gyakorlatilag az, hogy hol hajt az autó, az vagy apró betűs rész, vagy oda sincs írva. Igen, ez nekem is feltűnt. És ez nagyon durva. Tehát ez minket érdekel, autómániásokat, akik tényleg így napi szinten a vezetés élménye éltet minket, de amúgy egy átlag vásárlót és a Tonalénak a vásárlóközönséget valószínűleg ez nem fogja érinteni, vagy érdekelni. Hát és ez tök érdekes. És ez nagyon érdekes, és az se feltétlenül derül ki ott a leírásban, hogy hány newtonméter a nyomaték, odaírják a lóerőt, aztán kész. Igen, ezeket az adatokat gyakorlatilag nem csak az Alfánál, ez bárhol, bármelyik oldalon, mert én is mostanában úgy kíváncsiságból elmentem ide-oda-oda összerakosgatni magamnak autót, és az a legutolsó ilyen apróbetűsben van benne, hogy milyen motor van benne, milyen meghajtás az, hogy volt itt komment, milyen olaj kell bele, planet. Gőzünk sincsen róla. Tehát ezek nem. Mennyi a CO2 kibocsátásod? Fogyasztás. Mennyi a fogyasztás? Számmal van kiírva. Igen, tehát nyilván. Szóval hogy ezek igazából valahol lehet, hogy el kell fogadnunk, hogy most már ezek a paraméterek azok, amik számítanak majd egy új autó eladásánál. Akkor is, hogyha az Alfa Romeo-ról van szó. És egyébként itt egy kicsit visszacsatolnék a korábbi vitáinkra, nem is vita volt, ez inkább beszélgetéseinkre, vagy legalábbis közöttünk vita is volt az olvasókkal, hogy most akkor ebben az új érában egy olyan sportos márka, mint az Alfa Romeo, hogyan fogja tudni ezt átmenekíteni, igazából ez neki besegít. Tehát az, hogy ma már senkit nem érdekel az, hogy milyen motor, milyen váltó, milyen nem tudom én, erre még kommunikáció szinten ki lehet térni, de egyébként ilyen szempontból egyébként érdemes végignéznetek ezt a prezentációt, hogy hogyan épült fel, és hogy mikor kezdtek el azzal foglalkozni, hogy milyen motor van benne, és ott is mit emeltek ki. Tehát, hogy szerintem ez tökéletesen mutatja, hogy mi a fontos. Nyilván a dizájnnal kezdték, a Heritage-el folytatták, vagy fordítva, tök mindegy, és valamikor a 3/4-nél kerültek elő a hajtási, a műszaki megoldások. Addig előtte meg ugye a technológiai újdonságokat sorolták, igen, amik egyébként zseniálisak, úgyhogy erről is beszéljünk egy kicsit. Jó.
Mire gondolsz? Kezdjük a fényszórókkal. Végre, ja, tényleg, végre iszonyú drágán, gondolom javítható LED Matrix fényszórók kerültek az autóba. Egyébként, bocsánat, tényleg a gyanúperrel, hogy az csak extra listás lesz, és alapban meg egy sima, LED lesz vagy benne. Vagy egy Xenon, rosszabb esetben. Hát azt nem hiszem, hogy megmerik lépni, hogy Xenont raknak bele, de... Figyelj, amikor már a Fiat 500X is LED-del jön, akkor tényleg ne jöjjön már egy tonál. Várj, bocs, nem jön. Ja, most már nem, mi? De jönne, csak ugye ja, hogy nem jön. Chip hiány. Chip hiány miatt nem jön, igen. Chip hiány, az is van. Chip hiány is van, igen. Mit akartam mondani? Bocsánat, most belezavartál teljesen. LED Matrixnál jártunk, igen, és ugye amikor a Stelvio meg a Giulia megjelent, akkor nagyon-nagyon sokan kritizálták. Egyrészt azt, hogy még lehetett halogén fényszóróval kapni a Giuliát, az szerintem is szánalmas. De hogy igazából a Xenont is nagyon sokan kritikával illették. Hiába van benne kanyarkövető funkció, ami egyébként zseniális, de az, hogy 2018-19-ben már ott volt ez a technológia a konkurens modellekben, és nem tették be, az nagyon nagy hiba volt. És most végre a Tonale úgy érkezett meg, hogy ebbe se lehet belekötni, és rohadt jól néz ki. Zseniális az az első fényszóró. És amit te mondtál, ha már az, vagy amit mondtam neked, csak aztán így elsikadt, vagy nem is azért, akkor megörültél neki. Igen. A hűtött-fűtött, vagy hát a szellőző-fűtött ülések. Ez egy ugyanilyen kritika volt, hogy végre szellőztethető ülések is lesznek a Tonaléban. Fűtött és szellőztethető. Igen, mind a két funkciót tudni fogja elvileg, aztán majd meglátjuk, hogy mi kerül ebbe végül. Gondolom ez sem az alapmodellben, hanem majd ez egy nem, extraként rendelhető opció. Tök jó, és ugye ez is ugyanúgy hiányzott a Stelvionál, Giulianál talán nem, de a Stelvionál kritikaként nagyon sokan mondták, hogy miért nincs benne hűthető ülés, és tényleg miért nem volt, tehát hogy basszus. Igen. Bocsi, folytassuk majd a technikával, de ugye élő adásban mindig szétszorodunk. Berki Zsoltnak a kommentje, mennyivel megy, na ez a másik, hogy sehol nincs odaírva, nem tudjuk, és egyébként az a kemény, hogy ezt az autós kártyásokat leszámít, már köbös senkit. De volt egy nulláról százra adat. Nulláról százra adat, az igen. Volt valahogy az, hogy mennyivel megy. Valami 6,2 egyébként 6,2 a Q4, tehát a plug-in hibrid az 6,2 lesz, az azért tök jó. Az teljesen szuper. Rendben van, de hogy látjátok, már ez is olyan, hogy tehát hogy kit érdekel kategória. Most nyilván nem egymásról beszélünk, mert nyilván minket érdekel, de általánosságban véve ezzel már nem adsz el autót, hogy figyelj, ez 6-2-vel megy 100-ra. Beszéljünk arról egy kicsit, hogy miért SUV-t hozott ki most az Alfa Romeo, és miért nem Cabriót, miért nem Roadstert, miért nem Sedant. Kell még erről beszélni? Szerintem kell, mert én tökre azt láttam például az Amore fórumon is, a Facebookon is nagyon sokan kommenteltétek különböző csoportokban, hogy már megint egy SUV, miért? És igazából nagyon egyszerű a válasz erre, ha megnézitek az európai autó eladásokat, jelentős hányad SUV. És persze erre lehet azt mondani, hogy de miért, meg miért erőltetik ezt a gyártók, de ez egy ördögi kör. Nyilván valaki kitalálta, egyre többen kitalálták, egyébként a BMW találta ki, ő a gonosz ilyen szempontból, annó az X5-össel. Nem, bocs, előtte szerintem volt már. Hát ami ilyen nagy példányszámban, az a BMW X5 volt. Én úgy tudom, de javítsatok ki, hogyha tévedek. Nekem a Honda HR-V, mintha kicsit korábbról meg lenne. Na, az nem igazán SUV volt szerintem. Na mindegy. Jó, legyen rosszul. Mindegy, oké. Okay. És tényleg rengeteget adnak el ebből a Stelvio kategóriájában is, és egyébként ebben a CSUV kategóriában is. És aztán ugye a következő modell elvileg egy BSUV lesz, az ilyen Fiat 500X Renegade, Jeep Renegade méret, amire szintén nagyon nagy szükség van ilyen szempontból. Teddy leendő autója talán. Jó, a Tonaléra is azt mondta, csak aztán megnéztem, hogy mekkora is. Hát és óriási. Óriási. Nagyobb, mint a Kompass, pár centivel, pont ami azt nézegettem. Ami egyébként nekem. Hogyha az Alfa Amorén megnézitek az összefoglaló cikkünket, ott direkt beletettem a méreteit az autónak, és pár centivel hosszabb a Kompassnál. Egyébként, ha már itt a dizájnnál tartunk, vagy a méreteknél tartunk, nekem egy dolog az, ami így nagyon furcsa, és ezért akarom minél előbb élőben majd látni, hogy mintha nagyon magas lenne. Tehát nekem az, hogy ma élőadásban láthatod, ez nem volt elég. Tehát, ha oldalról nézed az autót, akkor iszonyú magas. És például itt nem jött vissza nagyon a koncepció, viszont ha már sréhen, vagy előről, hátulról, onnan tökéletes, bár mondjuk hátul is azért szélesebb volt a koncepció, jobban, a feneke jobban kiszélesedett valahogy, ilyen, hát jobb volt, ilyen csajosabb volt, na. Egyébként
Ha most visszagondolunk, és majd ezt a most nem az időben, hanem majd a YouTube-on a vágott verzióban egymás mellé tesszük a koncepciót, meg az eredetit, illetve a harmadiknak a szondás autót, igazából túlzottan sok nem változott rajta. Nem. Ugye a szondás autó alatt azt érti Teddy, hogy 2020-ban megjelentek fotók, három fotó egy ezüst tonáléról, ami valószínű egy ilyen tesztpéldány volt, ilyen belső köröknek szánt tesztpéldány volt, máig nem értjük, hogy az igazából hogy került ki. És ahhoz képest az első fényszóró változott. Hát igen, az olyan lett. Tehát nem sokat változtattak nem. Azóta rajta. Nem, különösebben nem. De aztán ezt nem akarom, ezzel megint nem akarok egy ilyen partalan vitát gerjeszteni. Nem azért, hanem úgy hogy... is lesz. Persze, hogy lesz. Mindegy. Viszont, bocsánat, nem tudom kihagyni Lionheartnak a kommentjét. Új autót akartam, de nem tudtam dönteni. Azt hiszem, megvárom ezt. Nagyon tetszik, úgyhogy király. Hajrá! Jó. Hajrá, hajrá! Hát elvileg áprilistól már rendelhető egyébként az autó. Igen, áráról nem tudunk semmit, Ákos, sajnál. Tehát, hogy de tudjátok tudunk. Lőni szerintem. Lőjük be! Mármint, hogy célozgassunk rá az árára egy kicsit. Jó, tehát, hogy nem 6 személyű összeg lesz. He? Nem 6 személyű? Hát sok 9-essel. Ja, igen. Sokan írták egyébként, és ez nagyon érdekes volt, hogy fogalmazzak, hogy vagy nem annyira figyelitek azt, hogy milyen durván elszálltak most az autó árak, vagy ilyen hiú ábrándokat üldöztök, mert valaki írta, hogy de jó lenne, hogyha ez ilyen 8-9 millió lenne. Az majd hát a Brennero. Az majd talán a Brennero, bár... Gondoljatok bele, hogy egy olyan 500X, mint ami nekem van, az kerül most 8 millába. Hogy... És ez egy prémium autó, ezt kifejezetten az előbb említett három típushoz pozícionálták. 2022-es modell, 2022-es technológiával, egyszerűen ez nem lehet 10 millió forint alatt, de hát hogy mondják ezt iparági értesüléseink szerint? Nem megerősít, több egymástól független forrásunk szerint. Igen, drágább lesz, mint a Giulia-nak az alapmodellje. Ebből induljatok ki. Most nem tudom a friss árlistát, de valahol 13 millió körül van egy alap Giulia. Tehát ehhez... Tehát egy Tonale Veloce mondjuk 15, egy plug-in hibrid mondjuk 17. Hát én nem tudom, a plug-in hibridet nem tudom, tehát arról nincsenek ez infóim. Ez az én tippem. Én azt gondolnám, hogy ez még drágább, most így. 18. Aha. És ugye biztos vagyok benne, hogy lesz áremelés a Giulianál is, meg a Stelvionál is, főleg a Stelvionál is, mert szerintem ezt az űrt így majd jobban szét akarják húzni, hogy van a három modell, és akkor Giulia, Tonale és Stelvio. Valahova én ide lőném, tehát mondjuk lehet, hogy nagyon akciósan 14 millió forint, de nem. És lehet, hogy most így ledöbbentek, de pont ezért, hogy kicsit készültem az említett három márka áraiból, és most de fogunk megdöbbenni. De amikor nyitja a laptopját, igen? Addig olvashattak el az Alfa Romeo fórumon, mert ott van. Ja, igen, oda is kiírtam, hogy megnéztem direkt, mert nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy mennyibe kerül egy X2-es, mennyibe kerül egy Q3-as Audi és egy GLA. Az X2-ből egy 136 lóerős, tehát itt egyébként hasonló teljesítményű autók vannak, 11,7 milliótól indul. A plug-in hibrid az egyébként 15,4, ezek mostani viszonylag friss árak. A Q3-as Audi, abból van mild hibrid, tehát ott tök jól össze lehet hasonlítani, és pont egyébként 1,5 literes 7 fokozatú automata váltóval, 150 lóerővel, 13 millió forint. Tehát ha most már ezt nézitek, akkor valahol ide kéne belőni a Tonalét. Viszont a Q3 az nem 2022-es modell, ezt is vegyük figyelembe. A Mercedes GLA, ami szintén egy 7 fokozatú automata sebességváltóval, 136 lóerős, nem tudom mekkora motorra van szerelve, ez is ilyen 13-14 körül van, ezt pont nem írtam ki, viszont ebből a plug-in hibrid 16 milliótól kezdődik. Tehát, hogyha ezekhez viszonyítotok, akkor nagyjából be lehet lőni a Tonale árát is, és most jöhet az a kérdés, amit biztos, hogy föl fogtok tenni, hogy de miért ilyen drága az Alfa Romeo? Egyébként nem láttad, de Bartus Bencének megválaszoltad szerintem nagyjából igen. A kérdését. Azt mondja, sziasztok, Q3-at vegyek, vagy Tonálét? Fontos lenne. Tonálét.
Melyiken nem bukok akkorát? Mit gondoltok, semmelyik milyen nem lesz az értéktartása a tonálénak? Baráti őszinteséget kérek. Na, jó, hogy ezt felhoztad, mert ezt elfelejtettem, vagy elfelejtettük mondani, hogy a Tonál lesz az első olyan autó, amiben NFT tokeneket fognak használni, ami egy ilyen blockchain technológia. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy az autónak az előéletét, meg mindenét azt nem helyettesíthető. Nem helyettesíthető, igen. Sose fogom megtanulni. Én sem. Szóval, hogy ez az NFT token ez arra jó, ez egy olyan blockchain alapú cucc, amit egyszer beírnak, és az utána nem módosítható. Tehát nem lesz visszatekert mérőórás tonále, meg azt, amit oda beírnak. A szakszervizben? A szakszervizben. Az biztos, hogy nem megmásítható, és ez egy tökre fontos és jó bizonyíték lesz arra, hogy igen, az autót rendesen karban tartották. Nyilván a magyar minden rendszert jó, hát vágni. Lehet, hogy amikor tehát a pollenszűrőt kéred, hogy kicseréljék, és nem cseréljék ki, nem cserélik ki, és aztán beírják a tokenbe, hogy igen, de kicseréltük, ilyen van. Ilyet lehet ne csinálni, szerintem baromira nem erre kéne törekedni. Az Alfa ezt egyrészt ugye azért csinálta meg, hogy jobban nyomon követhető legyen az autó, és ezzel nyilván a maradvány érték az is, értéktartás. Meg az értéktartása is sokkal-sokkal jobb lesz. Ha valami, akkor ez szerintem tök sokat figyelj, de gondolj bele, veszel egy tonálét, majd mondjuk egy 4 éves cégautót átveszel, akkor vissza tudod majd nézni, hogy hány kilométerenként cseréltek benne olajat. Láttam egyébként, hogy 15 ezer kilométer a szervizperiódus talán az alapmodelleknek, ha jól emlékszem. De tök mindegy, le tudod majd ellenőrizni, hogy valóban járt-e a szervizben, hova járt szervizbe, és ez szerintem rohadt jó dolog. És még egy adalék ahhoz, hogy fogja tartani az árát, ha egy nagyon picit megnézed, hogy a Giulia meg a Stelvio hogyan tartja most az árát, oké, hogy most egy ilyen különleges helyzet van a használt autópiacon, de azért, ha megnézitek az ilyen iparági szakértőket, ők azt mondják, hogy ez nem nagyon fog már lefele tartani ez a dolog. Nyilván, hogyha mondjuk betiltják majd a belső égésű motorú autókat, akkor igen, de az még nem most lesz. Tehát a következő pár évben ebben is drágulás várható. Én azt gondolom, hogy 3 éves tonál nagyon jól fogja tartani az árát. Szerintem is. Német Lajos nagyon érdekes dolgot pecegetett itt. Váltó legyen jól programozva, igen. Tehát nekünk ez nyilván tök fontos, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért mi abból a szempontból el vagyunk ilyenesedve, hogy a Stelvionak meg a Giulianak a CETEF váltója, az, tehát magát a váltót megvették a CETEF-től, de a programokat ők írták hozzá. Tehát, hogy ha tényleg annyira fontos az Alfa Romeo-nak a vezethetőség, meg a vezetési élmény, mint amennyire egyébként hangsúlyozzák, akkor bízhatunk benne, hogy ez egy tök jól programozott váltó lesz. És egyébként a kommentnek a másik része, USA azért megkapta a 2 liter turbomocit, papasz hozhatna belőle, mint a Ford Solymar a Bronco-t. Igen, ezt mondtam az adás elején, hogy tuti biztos lesz, aki be fogja hozni szürke importban. Nem, valószínűleg nem a hivatalos kereskedők, mert nekik nem lehet majd, tehát igen. Ez... majd átjönnek konténerben 4-esével, nem tudom, tehát ebben azért annyira nem hiszek, meg azt aztán forgalomba helyezni, iszonyú bonyolult Magyarországon ez a szürke importos sztori, ha másik országból érkezik, akkor már talán könnyebb. Na mindegy, én ebben annyira nem. Újabb kérdés a méretekkel kapcsolatban. Tengelytáv per karosszéria arány nektek tetszik, illetve a hasmagasság? Hát a hasmagasság nekem tetszik, de igazából ez egy SUV, tehát föl fogsz fel tudni állni Áldára, de nem fogsz vele terepre menni. Tehát hogy miért kérdezed a hasmagasságot? Nem én kérdezem. A nézőt kérdezem, hogy miért kérdezed a hasmagasságot. Tamás, kíváncsi vagyok, hogy miért érdekel ennyire. Tehát, hogy ha SUV-kat nézegetünk, akkor én nem hiszem, hogy az a terepszög számít, tehát főleg ebben a kategóriában. Egyébként a tengelytáv per karosszéria arány az nekem tökre jó, mert hogy nem egy ilyen összetömörített valami, hanem ilyen viszonylag jól el van húzva, és ez a GT Line, amit nagyon hangsúlyoztak, tényleg azért baromira jól néz ki, látom a Dávid Sanyi itt van aktív szava, azért hozlak be téged, mert hogy neked van régi GTV-d, hogy a régi GTV-kben is megvolt ez, ahogy az orra így lefele bukik, és ez a tonálének is megvan az így vezetésében, hogy így szépen lebukik az orra. Most oké, hogy a Sanyi GTV-nek itt van az orra, a tonálének meg itt van az orra, de attól még valamennyire érted megvan abból az ívből, meg tényleg az, hogy arra most nem is emlékszem, hogy mennyire bukik be mínuszba a Scudetto, tehát hogy mennyire bebukik, de nem annyira, mint a tanulmánymodellen, tehát az ott veszített, és nyilván ez azért van, mert első kerekes, tehát hogy az első kerekes felépítés azért nagyon picit látszik, hogyha oldalról megnézitek ezt az autót,
De ez megint olyan dolog, hogy a leendő vásárlókat nem nagyon fogja zavarni. Ja, nem is az itt a... Még egy picit visszacsatolnék arra, amit mondtál, hogy milyen lesz vajon majd vezetni ezekkel a váltókkal ezt az autót. Mind a ketten vezettünk Kompass, vagy nem tudom, te vezettél a PHEV Kompaszt? Nem. Változatot belőle. Én a Renegédet vezettem. Hát zárójában jegyezem meg, hogy ez nagyon gyenge. Tehát, hogy az is valami 260-valahány lóerő, de egyszerűen nem érzed, hogy egységben van az elektromos hajtás a benzinessel, és valahogy egy kicsit lassú. Ugye nekünk egy 1.4-es 170 lóvas Renegédünk van, ami ezerszer jobban megy nála, és valahogy ott pont azt éreztem, hogy nincs meg ez az összhang, de nyilván az a Jeep, az nem is arra van tervezve, hogy száguldozzál vele, hogyha ezt az Alfánál jól megoldották, már pedig erre volt itt kihegyezve ez az egész prezentáció, hogy ez a plug-in hibrid, ez egy rohadt jól vezethető autó lesz, akkor hajrá, én örülni fogok. Meglátjuk, nyilván az első teszteket nem mi fogjuk csinálni, majd nézzük az olasz szaksajtót, ja. és akkor majd beszámolunk nektek róla. A Steiner Andrus írja, hogy az olasz sajtóban mindenhol ilyen 35 ezer eurót mondanak, azért ehhez hozzátenem, hogy azért az olasz alapárak elég magasan vannak, mert ott az adózás az kicsit más, mint itthon. De tény, hogy mondjuk egy viszonylag jó közelítés, hogyha nézitek, de tény igen, hogy itthon drágább lesz, mint egy alap Giulia, vagy legalábbis mi azt sejtegetjük, aztán majd meglátjuk, hogy... Én hallottam olyan pletykát, hogy nagyon egységes lesz az ára mindenhol, tehát legyen akkor igaz ez a 35 ezer euró, nem tudom, szerintem pár napon belül okosabbak leszünk, vagy legkésőbb áprilisban okosabbak leszünk, amikor ugye már rendelhető lesz az autó. Legyen 12,3 millió forint, tök jó lenne, de én ebben nem hiszek. Mit olvasunk? Igen, Gyopinak, a páromnak, az övé a Renegéd, és én úgy mondtam, hogy nekünk, de hát én is szoktam vezetni, na. Ja. Végre egyszer megnéz egy backstage-et, basszus, és akkor is beszól. Családi a férfi, figyelj, megyek, jó? Oké. Okay. Azt mondja Kopány gyenge, hogy értem, hogy erre van igény, és mindenképpen hasznos, hogy az Alfa is követi a trendeket, de a Giulia forever. Szerintem sokan vannak most így. Ez így van. Tartsátok meg a Giuliátokat. Egyébként, hogy ez most, ki vagyok én, hogy értékítéletet mondjak, nem erről van szó. Igen, a Giulia, meg a Stelvio, azok szerintem, hogyha most ilyen nagyon végletesen akarunk fogalmazni, akkor ez a kettő utolsó olyan Alfa Romeo, amit még a vezetés élményre hegyeztek ki. Tehát... Hát, ha nem. Szerintem igen. Ugye szerintem azt szoktuk igen. mondani, hogy azért gyártanak most SUV-t, hogy legyen pénz izgalmasabb modellekre. Hát, csak az a baj, hogy mire pénz lesz, addigra ezek az izgalmas modellek mondjuk be lesznek korlátozva arra, hogy elektromosak legyenek. És nekem ez a... Itt a fordító ebben az egész történetben, hogy tök jó, meg legyenek, majd lesz, lehet, hogy lesz elektromos cabrio, vagy most csak mondtam valamit, vagy valami GTV-szerű. Na, az elektromos cabrio lesz az, amikor én hosszába gumikalapát csavágom így fel az ereimet. Nem biztos. Nem biztos. Nem, figyelj. Már, én nekem volt Fiat Barkettem, tehát tudom, hogy miről szól a cabriózás. Nem, tehát hogy az nem arról de szól. De látod, ebben vagyunk boomerek. Tehát hogy biztos vagyok abban, hogy mire odaérünk, és ez mondjuk, nem tudom, 8 év, most mondtam valamit, addigra lehet, hogy mi is máshogy fogjuk már látni ezt, mert addigra fogunk vezetni olyan elektromos autókat, amiket jó vezetni. Most is van olyan elektromos autó, amit jó vezetni, csak 40-50 millióba kerül. Tehát, hogy én ebben azért annyira nem lennék ilyen hátranéző, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, múltban néző. Én sem vagyok múltban néző, nem arról van szó, mert persze látom, hogy van értelme, meg van rá kereslet, mit tudom én, szúvra, vagy elektromos szúvra, stb. De, stb. Ahogy legutoljára a kábelt betetted a fejem helyére, azt hittem leborulok a székről, de hogy full elektromos kabrió, na az nekem már kb. Olyan szentségtörés, mint hogyha Ferrari csinálná full elektromosat. Hát figyelj, de Teddy, amikor tehát szerintem majd... van olyan dolog, ami az autózás történetében 100-200, 200 éve nem, de 150 éve. Ebben egyetértünk, Teddy, de nem változik. Amikor kimondják majd, az összes állam kimondja, hogy 2050-től már nem én lehet. Ezt értem, Zsolt, de akkor se. Tehát, hogy most nem azt mondom, persze. Hogy már pedig ellenállók ott fognak bújni, nem tudom én hol. De nyilván 2050-ben, ha ezt kimondják, akkor 2049-ben meg fogjuk venni az utolsó jó
nem tudom mekkora motorú benzines autó. Nem. Térjünk vissza arra, hogy most vegyetek egy Giulia Q-t, hogyha egy olyan autót akartok, ami még arról szól, amiről nekünk szól az autózás, és most ez tényleg, én erre már többször célozgattam, hogy nem hiszem, hogy nagyon sokáig lesz Giulia Q. Tehát, hogy... Hát igen, valószínűleg azt se fogják most már nagyon sokáig megtartani, már csak azért sem, mert szerintem ugye az ott a... Hogyan jövőre fog jönni a facelift? Facelift, igen. És a faceliftnél akkor ez így hús. Legalábbis én ezt tippelem. Én nem tippelem azt, én még ott talán látom azt, hogy a facelift, lesz faceliftes Q, és akkor az majd kifut egy 5 év múlva. Én nagyjából ezt mondanám, de hogy utána már nem lesz, vagy akkor már jön az elektromos Giulia. A full elektromos Giulia? Mm-hmm. Nézd, most konkrét példa. Ott van az Abarth, amire szintén mondják, hogy basszus, milyen Abarthot fognak csinálni? Az 500-asnak az, amit mi ismerünk 500-asként, ami már szintén egy 10-akárhány éves modell, abból vannak most Abarth változatok. Mm? Meg fog szűnni, mert nem lesz benzines Abarth. Akkor mit fog csinálni az Abarth? Nyilván elektromos Fiat 500-asból lesz egy erősebb elektromos Abarth, és az tök jó lesz. De érted, mit akarok mondani? Értem. Tehát, hogy sajnos ez a jövő, vagy nem sajnos, nem tudom kinek mi, megvan az a kör, akinek nem sajnos. Meg azért az Abarth ebből a szempontból lehet, hogy nagyobb gázban van, mint az Alfa Romeo most. Hogy mit fog kezdeni az elektromos cuccokkal. Igen. Győző írja, üdv oda, ahol még mindig nem találkoztunk, mert Győző megígérte nekünk, hogyha legközelebb megyünk a Genfi autószalonra, akkor segít majd. Jaj, te voltál, igen, nála lakhatunk, vagy mit tudom én, meg együtt elmegyünk sörözni, meg ilyenek. Sőt, kölcsön adja a Giuliáját, hogy ezzel mehessünk a szalonra. Bátor ígéret volt. Szóval ő írja, hogy... Tartsd meg jó szokásodat, még megyünk Genfbe, nyugodj meg. Így van, hogy ő nem potenciális vásárló, de számára is tetszetős az SUV, és reméli, hogy meg fogja lendíteni az eladások számát. Hát igen, ebben reménykedünk. So na, egyébként erről beszéljünk. Szerinted meg fogja lendíteni az eladások számát? Hát ennél biztosan jobban, mint ami ja, most hát van. Ennél mondjuk nem nehéz. Tehát nem itt nem az a kérdés, hogy meg fogja elendíteni az eladások számát. Tegyük egy kicsit pragmatikusá ezt a történetet, nem is pragmatikus, inkább észszerűvé. Szerintem inkább itt az a kérdés, hogy a Tonale hozni fogja-e azokat a számokat, amiket elvárnak tőle. És ez nem tudjuk, hogy mennyi. Kérdés, hogy ki fogják-e mondani ezeket a szerintem számokat, nem fogják kimondani. Korábban mindig kimondták. Azt fogják kommunikálni, hogy mondjuk az első vagy az első év után, vagy mondjuk évente, hogy a Tonale úgy fogja, ahogy szeretnék, vagy nem, vagy sokkal jobban. De ugye nyilván összehasonlítani szerintem nincsen értelme, mert egyszerűen nem, tehát nem úgy, egyszerűen nincsenek meg az alapok hozzá. Igen, és ezt nagyon nehéz belőni most meg. Nem tudom, hogy itt milyen tervezés lehet a háttérben, ebben rohadtul nem láthatunk be, hogy milyen elvárások lesznek, mármint eladás tekintetében. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Én szívem szerint azt mondanám, hogy nem ez az autó fogja megmenteni a márkát. Pont a Total Car-ra került fel ilyen címmel egy hír, és pont azon röhögtem, hogy már hányszor volt ilyen cím az Alfa Romeo-val kapcsolatban. Szerintem az én véleményem az Alfa Romeo-t azt fogja megmenteni, hogyha betartják azt a mostani ígéretüket, hogy évente kihoznak egy új autót, és ha 5 év múlva bemész egy Alfa Romeo szalomba, akkor mondjuk 7 autó közül tudsz válogatni. És nem úgy, mint ma, amikor 2 közül. Jó, legyen 4, hogyha a Q-kat külön vesszük, de ne vegyük külön, mert nem az. Tehát, hogy ez egy hosszú folyamatnak a mondjuk a második lépése. Szerintem a Tonalira nem úgy kell tekinteni, hogy ez az egy modell egyedül meg fogja menteni nem. Az Alfát, hanem magában biztosan nem. Ez az egy modell, és az őt követő másik 3 együttesen fogja megmenteni, és nem szabad majd elkövetni azokat a hibákat, amiket korábban megtett az Alfa, hogy utódmodell nélkül megszüntette a 159-est, és a többi, és a többi. Erről rengeteget beszélgettünk már. Szerintem ebben egyetérthetünk. Valaki kérdezte, hogy szerinte a kerékív egy kicsit furcsa. Ja, pont azt néztem én is, igen. Egyébként nem. Vagy hát valószínűleg az lehet benne neked a furcsa, hogy ugye van egy fekete íve, ami egy ilyen valószínűleg egy nem fényezett ilyen igen. Műanyag elem. Már amikor azt megláttam, már ott láttam, hogy az lesz a facelift első feature-je, hogy azt fényre fújják. Az is felvényelési volt egyébként. Igen.
Azt mondja, hogy ez Zoli Giuliát, Szávjód, ma délután óta plusz másfél milliót ér. Mondjuk ez lehet, hogy a Tonala bemutató nélkül is meg tudta volna ezt, amilyen ütemben emelkednek itt azok, amelyek használt autóárak. Szabolcs írja, hogy 28 ezer eurótól indul Németországban. Na, hát jó. Hát, oké. Okay. Én ebben nem tudom, a magyar piacon nem tudok hinni, de erről tényleg akkor beszéljünk, amikor kijönnek az árak. Tehát, hogy most tippelgettünk, én szívesen visszavonom majd a tippemet, de mondom, ezek azért eléggé biztos forrásból jöttek. Egy ember néz minket? Az meg én vagyok itt? Szerintem nem. Hát jönnek a kérdések. Remélem, hogy nem csak egy ember néz minket, mert többen írnak. Fura. Fura. Frissítek rajta egyet. A Facebook néha, de most nekem is egy darab nézőt lát, ami meg te vagy, meg én, tehát hogy így... De ketten nézzük, akkor kettő nézőnek. Hát igen, de jó, minden. De ha elindítom, akkor nem ír nézőszámot. Nagyon jó. Mindegy, ti akkor... mit láttok, hányan néznek minket? Igen, jó, nem mintha annyira érdekelne. Igen, csak mondjuk jól lenne következtetni, hogy érdemes-e folytatnunk, vagy már lecsengetni. Szerintem egyébként kibogaráztuk a történetet, mert csak azért sem nem nagyon jön tőletek új kérdés, vagy komment, vagy nem tudom én az autóval kapcsolatban. Még a hátuljáról beszéljünk, mert körbejártuk az autót, csak a hátuljáról nem beszélgettünk. Hát, beszélj. Hát miért én? Nekem nagyon tetszik egyébként, tehát kifejezetten az eleje meg a hátulja szerintem zseniálisra sikerült ennek az autónak. Nagyon jól fog kinézni a forgalomban, nagyon jól fog kinézni sötétben. Azon gondolkodtam, hogy vajon tudok-e olyan autót, aminek ugyanígy hátul összeér, mert olyan tudok, hogy elől tudok. Összeér, hogy hátul összeér, és aztán jött velem szembe a Blahalújzatére, szemben megelőztem egy azt mondta, egy rakott Volkswagent, vagy ti rakott, vagy valamiként új elektromos hiszem, Volkswagent. Na és annak összeér, mondom, nem hiszem el. Volkswagennek is, Audinak is van ilyen. Na, közben rájöttem. Írják, hogy jönnek a kommentek, csak mi nem látjuk. Igen, ez a szokásos Facebook... Lehet, hogy nekünk valahol ott a kommentelési beállításokat meg kéne változtatni, hogy ki kommentelhet, meg ki nem, mert ez így annyira nem... Én úgy állítottam be, hogy mindenki kommentelhet, viszont jött egy nagyon jó kérdés. Miért ezt válasszuk, ezt Stelvio helyett? Hát mondjuk azért, hogy mert egy frissebb fejlesztés, vagy azért, mert méretben jobban passzol. Mondjuk túl nagy különbség a Stelvio meg a Tonala között szerintem nincsen. Én azt gondolom egyébként tök releváns a kérdés. Most így hirtelen egy csipőből első felindulással azt mondom, hogy szerintem a Tonalét azok fogják választani, akiknek többet jelent az, hogy az autó milyen szolgáltatásokat nyújt, a Stelviót meg inkább azt fogja venni, akinek vagy jobban tetszik a forma, vagy inkább a vezetés élményre vágyik. Még akkor is, hogyha egy SUV-ról van szó. Azért a Stelviót vezettük a Stelvion is, meg itt ott is azért, tehát ott azért a vezetés élmény baromira rendben van, függetlenül attól, hogy egy SUV-ról van szó. A harmadik opció az, hogy ez fér bele a költségvetésbe. Igen. Igen, de hát én is élethelyzetből indulnék ki, hogy mire kell ez az autó. De hogyha hosszú távra tervezel és egy jó igazi alfát akarsz, akkor inkább a Stelvio, mert az akkor akárhogy nézzük, az egy nagyon-nagyon jó autó, még ha nem is Giulia, és sokan szidják, hogy úristen, milyen magasan ülök, de kanyarodjatok egyszer Giuliával és Stelvioval, higgyétek el, hogy nagyon-nagyon közel van ez az élmény. Az, hogy optikailag te föntebbről látod az utat, az egy dolog, de be fogja tudni venni majdnem ugyanazt a kanyart szerintem. Igen. Küszöbre csukódik az ajtó. Hát igen, ezt én mondjuk pont nem láttam, de talán... Hogy talán, küszöbre csukódik az igen, ajtó? Igen, mint ugye a Maseratinál. Hát a Maseratinál. Szerintem igen, ez tök jó. Az olyan furcsa lehet. Én szeretem, mondjuk ehhez az lett volna tök jó, hogyha ugyanúgy, ahogy a Maseratinál, a Levanténél keret nélküli az ajtó. És küszöbre igen. Csukódik, zseni, én imádom. Hát ez a másik síralmam, de nyilván na, az meg iszonyú drága lenne, hogyha megtartották volna a keret nélküli ajtókat. Jó lenne. Jó lett volna, most meg ketten nézik. nem tudom. Mindegy, én azt gondolom, hogy nyáron leszünk okosabbak. Nem hiszem, hogy mi ezt fogjuk látni korábban, bár lehet, hogy ki kéne ugrani majd Olaszországba valamikor májusban. Mondjuk június 4-én? Vagy 7-én? Figyelj, júniusban szerintem nem, mert hogyha tartják az ígéretet és a magyar szalonokban is lesz, akkor ott lesz. De Alpha City-ben biztos. Tehát ott azért majd bele tudunk ülni, utána már biztos lesz tesztautó, és tudunk róla tesztet csinálni, akkor sokkal okosabbak leszünk. Én tényleg én látnám egymás mellett a két autót, egy Stelviót, meg egy Tonalát, biztos lesznek majd egyébként ilyen képek a neten. De az nem ugyanaz, mint amikor saját szemeddel látod. És azt se felejtsétek el, hogy
hogy amikor a Giuliát bemutatták, akkor is nagyon sok kritika volt az alfások részéről, hogy nagyon BMW-s, hogy milyenek az arányai, és amikor megláttuk élőben, akkor ezek mind elszálltak. Tehát igen, ezek a képek... Ezt mindig tartsátok észben, hogy az Alfa Romeo-k azok nem feltétlenül képen néznek ki a legjobban. És ezzel most nem azt akarom mondani, hogy képen rondák, hanem azt akarom mondani, hogy élőben szerintem mindegyik sokkal jobban néz ki, mint egyébként. Igen. Jó. Egyébként... A kijelzőről nem beszéltünk egyébként, ami előtted van, és ez megint egy ilyen sarkalatos pont. Tényleg. Ugye most először csinált az Alfa Romeo olyan kijelzőt, ami most már gyakorlatilag szintén divat, hogy nincsenek analóg műszerek. Igen, és egyébként tehát ugye a videóból kiderült, hogy ennek többféle vetítési képe van. Van a Heritage, ami nagyon sokan, ezt láttam tegnap este, erről ilyen vérre folyó vita volt a Giuntini vezetésével a Tonale fórumban, mert hogy a klasszik Alfa az nulláról, vagy hát tehát függőlegesen lefele indul. Én azt gondolom, hogy igen, volt egy időszak, aztán ez volt egy nagyon hosszú időszak, amikor ezt baromira elfelejtették. Igen. Most a Tonalinál megint nem ez van. A kaligráfia az ugye a régi, és odarakták ugye egymás mellé a két képet, ha jól emlékszem. Szerintem tök jó az a vintage, amit beleraktak. Meg nekem nagyon tetszik az, hogy ennyire jól konfigurálható. Nyilván az, amit ma egy autónak tudnia kell, hogy odarakja elét fullba az egész műszerre a navigációt, meg mindenféle ilyen rendszereknek a kezelését, stb. Ezek tök jók, meg ezek kellenek, ezekre szükség van. Annak azért kimondottan örülök, hogy a csőműszereket megtartották, még akkor is, hogyha nem analóg műszerek vannak a végén. A végében, az aljában lent, benne, nem tudom még milyen szót használjak hozzá. Arra leszek majd nagyon kíváncsi, hogy ezek a rendszerek, tehát hogy a két kijelző, az majd milyen frissítéssel, milyen fluidan fog működni, mert azért teszem hozzá, amikor a Ferrari Rómát bemutatták, én attól az autótól el voltam ájulva, hogy mennyire baromira jó. És aztán megnéztem egy videót, hogy hogyan működik a rendszere, és egyébként, tehát hogy egy Fiat Tipo tudja ma azt gyakorlatilag. Hát és ez egy Ferrari Rómában. De ez a cél, tehát... hogy minden autó ezt tudja. Tehát, hogy ne, félreértesz, nem, én azt mondom, hogy annyira botrányosan ja, szar, botrányosan, mint... Ja. Igen, tehát hogy nagyon-nagyon rosszul reagál, nagyon nem jó a képfrissítése, az előtted lévő műszerecsének még csak hagyján, de a kis tabletnek, amit odaraktak melléd, tehát egyszerűen én azt gondolom, hogy én ezt egy Ferrari-ben nem adtam volna ki. Aha. Tehát ezek után nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a Tonaléban ez hogyan működik. Azt látom, hogy a 3008-as Peugeot-ban, mert mostanában vezettem olyat Chernao-nál, kíváncsi voltam rá, hogy mit tud, ha már koncertás, és tök fluidan működik, tehát ha ezt meg tudják oldani a Tonaléban is, akkor itt egy darabban azt nem lehet rá. Szerintem. Jó. Még egy ilyen extra info, ami eszembe jutott, és ez se tartalmazták így nagyon az adatok, aztán lehet, hogy változik, hogy a plug-in hibrid változat az csak évvégétől lesz majd rendelhető. Tehát, hogy az nem érkezik meg júniusban. Megrendeled, aztán már meglátjuk, mikor szállítják le. Én egyébként ettől félek a legjobban, hogy itt így a szállításokban mekkora csúszások lesznek még a chipmiány miatt, főleg, hogy ez az autó aztán tele van chippel, tehát hogy ebbe csak az a világ összes chipét beletették, és ettől azért tartok, hogy majd amikor valaki megrendeli mondjuk nyáron az autót, hogy ez mikor fogja megkapni, bármelyik változatát. Igen. Ez érdekes lesz. Német Lajos azt kérdezi, hogy csomagtartom méretről van info, van igen 500 liter. Ja, igen, 500 literes, az tök jó. Hát az nagyjából a Stelvio méretű csomagtartója van. Igen. Az nagyon baba. Én arra lennék kíváncsi, hogy lesz-e benne napfénytető. Ja, Istenem, már megint ez a Shibeda őrülen. Komolyan. De hát ez tényleg nagyon sokat ad hozzá a feelinghez. Ja, nagyon. Igen. Jó, mindegy, vicces. Élőben tuti jobban üt. Hát igen, ez most a következő, hogy lássuk élőben, lássunk róla minél több videót, fotót, így a következő napok biztos erről szólnak majd, és átküldtem neked, nem tudom, láttad-e Instán, hogy a motorúnósok már ott voltak, és már beleültek, és nem hiszem, hogy mentek vele, de legalább... Alessandro Lágit ott takasztottam volna fel az irítségtől. Hát ez a baj, hogy ezt az Alfa Amorét mi nem Olaszországban csináljuk, mert akkor ennyire királyok lennénk. Akkor meg kellene küzdened az egymás ellen harcoló városon belüli klubokkal is. Ja, igen. De abba bízom tényleg, hogy vagy májusban kijutunk valahova megnézni ezt az autót, vagy legkésőbb, amint megérkezik az első magyarországi példány, akkor megyünk
és csináljunk nektek igen. részletes bemutatót. Azt üzeni neked, Tibi, hogy van lemezolód, ha leveszel, akkor lesz. Mindent meg lehet oldani. Csak lehet, hogy belekerül a chipbe, hogy mikor vágták ki a tetejét, és amiért nem lesz értékes. Ja. Na jó, szerintem ennek most tegyünk itt egy pontot a végére, mert még órákat lehetne erről beszélgetni, csak már senkit nem fog érdekelni. Szóval, hogy köszönjük szépen a figyelmet, meg köszönjük szépen, hogy itt voltatok, meg hogy meg tudtuk ezeket beszélni veletek, a kérdéseket, a felvetéseket. Ha bármi van még, egyébként simán lehet, hogy Nem láttunk valamit, hogy előkerül valami komment, amit így a Facebooknak az algoritmusa elrejtett, ezeket majd előbb bogarásszuk, ha van, illetve, akkor majd ott válaszolunk rá. Illetve ez a videó föl fog kerülni a YouTube-ra, ott már kellő multimédiás tartalommal, tele lesz videóval, meg képekkel, amikről beszélgettünk, az itt fog futni az arcunk előtt, vagy mögött, vagy valahogy, és akkor érdemes lesz emiatt talán még egyszer megnézni, és hogyha ott is majd jönnek új kérdések, akkor igyekszünk kommentben megválaszolni. Így van. Azt írja Világos Nendere, sziasztok, ismerős rendet egy Ford Kugát 2 hete, szállítása 7 erődön off 28. Erre azt tudom mondani, hogy hát ez papíron nagyon szépen néz ki, aztán majd nézzük meg, hogy mi lesz az igen, majd írjál november 28-án, hogy az ismerősöd átvette az autót. Igen. Na, szóval vigyázzatok az utakon, legyetek jók, nézzetek minket a jövő héten is, vagy nem tudom, valamikor. Köszönjük, hogy itt voltatok és néztetek minket. Sziasztok! Sziasztok! És akkor most azon állítsad a létszős, mert ezen nem fogom tudni nem, állítani. Nem azon, ezen kell leállítani sajnos. Úristen, ez mennyire amatőr lesz. Igen.